Az Öröklé gyönyörű kertje készült el Sárvár határában a hegyközségben. A fenséges, elegáns ravatalozó és az azt körül ölelő temető nyugalmat és békét áraszt. Ökumenikus szentelési szertartásra és átadásra május 26-án este került sor. Közel 200 éve nem került sor temetőavatásra Sárváron. Most azért vált szükségessé, mert a Soproni úti köztemető hamarosan betelik. Talán az alkalom rendkívüliségének is köszönhetően nagyon sokan eljöttek az új temető átadására, amelynek kezdetét a ravatalozó harangjának kondulása jelezte. A sárvári oratórikus kórus éneke után Takács Zoltán Bálint múzeumigazgató, a rendezvény narrátora köszöntötte a megjelenteket. Kondora István polgármester ünnepi beszédét úgy kezdte, hogy mi vagyunk az élő tanúk arra, hogy egy város felelősséggel gondolkodik élőkről és holtakról. Az élőket hívom, a holtakat elsiratom, a villámokat megtöröm. Idézte a polgármester azt a szöveget, amelyet annak az 54 kg-os harangnak az oldalára véstek, ami az új ravatalozó tornyában kapott helyet. Emlékeztetett arra, hogy amikor 7 évvel ezelőtt felmerült ennek a temetőnek a megépítése, az elődeikhez hasonlóan úgy gondolkodtak, hogy olyan helyet kell választani, amely több száz évig alkalmas lesz temetkezésre, és jelzi, hogy a helyi közösség gondoskodik és gondolkodik halottairól. Ák Péter, a térség országgyűlési képviselője ünnepi beszédében úgy fogalmazott, hogy szegény bűnös halandók vagyunk mindnyájan, függetlenül attól, hogy mi a munkánk, mi a foglalkozásunk, mi a hivatalunk adta címünk, és egyszer mindnyájunknak el kell mennünk, hiszen ez az élet része. Hogyha körbenézünk, akkor azt láthatjuk, hogy a méltó búcsú helye készült el itt Sárváron. Egy szakrális épület, de azt gondolom, hogy egy olyan szerethető közeg épült itt fel, amely egyfajta hidat képez. Hidat képez azok között, akik itt vannak, és azok között, akik már elmentek. És akik elmentek, azokat mégiscsak a testüket, csak a testüket, az befogadja a sárvári anyaföld. És ezt nagyon méltó körülmények között tudta biztosítani az önkormányzat. Ez egy nagyon komoly fejlesztés volt, azonban azt üzeni, hogy Sárvár gondoskodik azokról, akik köztünk élnek, és azokról is, akik köztünk éltek. Az ünnepi beszédek után Orbán István kanonok, Gyarmati István evangélikus lelkész és Szent Györgyi László református lelkész ökumenikus szertartás keretében felszentelték az új köztemetőt. A sárvári oratórikus kórus műsorát követően, illetve az utolsó zeneszám alatt Ák Péter és Kondora István meggyújtották az emlékezés lángjait. Az átadási ünnepség végén lehetőség nyílott a sírkert és a ravatalozó megtekintésére. 1830-ban nyitották meg a városi temetőt, és ahogy itt fogalmaztunk, hogy nem is egy átadásra vagy szalag átvágásra került sor, hanem egy olyan helynek a felszentelésére a történelmi egyházak által és a szereplők által, a közreműködők által, ami méltó ennek a helynek a szellemiségéhez, a nagyszerűségéhez, azt kell mondanom, mert hiszen születés és halál, élet és halál, az kézen jár mindennapjainkban is, és mi azt gondoljuk, hogy valóban a mi városunk méltóságához, minőségéhez megfelelő új sírkertet, temetőt tudtunk a mai napon így ünnepélyes keretek között felszentelni. Bármennyire szomorú az a véletünknek a tartozékes hozzátartóik a mindennapokhoz, hogy június 1-től aztán birtokba is lehet venni, tehát megnyitja a kapuit, és nyilván az itteni sírkertnek, temetőnek a szolgáltatásait lehet már igényelni. Az új temető tehát június 1-től megnyitotta a kapuit, és elkezdődhetnek itt a temetkezések. 2020. január 1-ig lehet még a Soproni úti temetőben is temetkezni a hegyközségi sírkert mellett. Ekkortól azonban már csak a családtagokra való rátemetkezésre lesz mód a régi temetőben.